Mai vendégünk, nagy tiszteletű Koncz Tibor, Esperes. Üdvözlöm Esperes urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, köszöntök én is mindenkit szeretettel. Közeledik a tavasz, ébredés megújul a természet. Ez az egyházak életében egy nagyon fontos ünnepkört is jelent egyben. Ugye a húsvéti ünnepkörről beszélünk, mit lehet tudni a részleteiről? Egy kis pontosítás, ugye a legfontosabb ünnep. Hát nyilván a magyar nyelv ismeri a fokozást, ezért a húsvétot így kell látni, mert hogy minden ehhez képest van. Tehát minden a húsvéthoz van viszonyítva. Sokan nem tudják, de elmondom, hogy a legelső ünnepe a kereszténységnek az a húsvét volt, a feltámadás. És körülbelül 300 éve később lett a karácsony egyáltalán bevezetve. A húsvét volt az, ami bizonyította Jézus istenségét. Ezért keresték később, hogy akkor hogyan érkezett ebbe a földbe, a földi létbe ez az Isten, és így alakul ki később a karácsony. Tehát csak ennyi pontosítást szeretnék tenni, hogy a legnagyobb ünnepünk, ha lehet fokozni a szentet, akkor a legszentebb ünnepünk a húsvét, a feltámadás ünnepe. Hogyan ünnepeljük? Hát először is előkészülettel, hiszen ha elmegyünk egy vendégségbe, akkor is valamit előtte megteszünk. Tudjuk, hogy ha olyan helyre megyünk, ahol illendő öltözetet kell választani, akkor azt végig gondoljuk. Ha tudjuk, hogy valamit vinni kell, akkor azt gondosan végig gondoljuk, hogy mit kellene vinni. És a húsvét az az ünnep, ahol az isteni csodával találkozunk, ezért erre készülni kell. Ezért van a böjt. Tehát van egy 40 napos előkészület, ez a nagy böjt, ami emlékeztet bennünket a 40 éves vándorlásra, emlékeztet arra a 40 napra, amikor Mózes a hegyen volt, emlékeztet arra a 40 napra, amikor aztán majd a feltámadás után Jézus a földi létbe ment. Tehát a 40 az egy szent száma, teljesség száma. Tehát a nagybőlt az a teljes előkészületet jelent. Ilyenkor természetesen önmegtartóztatás a kiindulási pont, és mindenkinek abból kellene magát megtartóztatnia, ami egyébként gondot jelent az életében. Tehát nem csak a húsról van szó, holott a magyar nyelv az eléggé testorientált, hiszen a legszentebb ünnepünket is a hús vételéhez, újravételéhez köti, mert hogy 40 napig akkor a hústól tartózkodtak. De ezen mi túl vagyunk, hiszen az összes áruházban bármikor lehet húst szerezni. Nem olyan nagy dolog a hús megszerzése, nem egy olyan nagy ünnep, hogy végre hús van az asztalon. Ezért mindenkinek, ami a legnagyobb teher az életében, ami konfrontációt eredményez, amiben beletörik az élete, amiből mindig ki kell emelkednie újra és újra, mert elbukott, belebukott, hát ebből kellene önmagát megtartóztatni. Tehát így készülünk az ünnepre. És feldíszítjük magunkat, feldíszítjük a templomot, feldíszítjük a ünnepi alkalmakat, szereplésekkel, a gyerekek műsorával, a virágvasárnapi bevonulással. Tehát nagyon-nagyon készülünk erre az ünnepre. Mai kor embere számára mit jelent a húsvét most ezekben az időkben? Ugye megbeszéltük az egyház oldalában is. Igen, hát a mai ember számára szerintem ugyanazt jelenti, amit néhány száz évvel ezelőtt, hogy szembesülünk az elmúlással, és erre való válasz, mert még egyszer mondom, tessék megnézni a filmeket, tessék megnézni a mai hősöket, a hősök valahogy mindig a halál ellen harcolnak. És mert túl akarunk élni, tovább akarunk élni, örökké akarunk élni. És mindig valahol a világ elpusztulása, tehát a legnagyobb halál ellen harcolnak a filmekben a hősök. Most ennek van a metódusa, mert valamire csak rájött ez a nagyon modern világ, hogy egy valamivel nem tudnak mit kezdeni. Ez pedig a halál. Tehát a mai ember ugyanúgy a halállal küzd, megpróbálja a fejét beledugni a homokba, és mindenféle egészséges életmód, ketodiéta, változzunk,
De valahol, főleg ha kimegy a temetőbe, akkor szembesül vele, hogy mintha úgy néz neki, hogy egy esélytelen küzdelmet, harcot vívunk a legnagyobb hatalommal. Tehát a mai világ embere is előbb-utóbb szembesül azzal, hogy a halála valamit kell kezdeni. Hogy elveszünk egészen, megsemmisülünk, tehát tényleg ennyi a sorsunk? És erre van válasza az egyháznak. És erre csak nekünk van válaszunk. Mert lehet mondani, persze, hát majd legfeljebb újjá született, legfeljebb. De akkor már nem én vagyok. Biztos, hogy én úgy szeretnék újjá születni, hogy Kínában egy sóbányában akarok dolgozni? Biztos? Tehát ha nem rajtam múlik, akkor meg kin múlik? Tehát ezek nem igazán jó válaszok. Az igazi jó választ az egyház adja, a hitünk adja, a kereszténységünk adja, hogy annyira fontosak vagyunk egyénileg, ami kimunkált, kiművelt, gyakran kifaragott bajokkal, betegségekkel, konfrontációkkal, családi gondokkal, formára faragott személyiségünk, annyira fontos az Istennek, hogy meg akarja őrizni.